Sziasztok fiúk, lányok, én Zsémi vagyok, üdvözöllek titeket a legújabb Pokémon GO videómban. Ezúttal a körülmények kicsit szibériaiak, amint látjátok. Be kellett újítani egy kis sapit, elég kemény, ruszki style, mi? Menő. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Ismét nekiesünk a pusztaságnak. Remélhetőleg, hogy a legfaszább Pokémonokat tudjuk begyűjteni, de ne felejtjétek, amint ígértem, a mai videóban egy Mach is lesz ivóvalva, szóval tartsatok velem, huppanjunk be a kocsiba, aztán irány a pusztaság. Most srácok, akkor essünk is neki itt a túrának. Durrancsunk el egy iszenzt. Már pörög is ezerrel. Szépen haladunk itt akkor a tájban. Gyönyörködünk. Itt a kocsiban egy kicsit melegebb van, nem sokkal amúgy. Odakint laza, mínusz 14 fok. És meg is jelent az első kis pokénk, egy Eevee. Mostanában brutális nagy íviket fogtam amúgy. Csak úgy mellékesen megjegyzem. Jó, ez egy 185-ös. Ez se rossz, Candynek jó lesz. De az elmúlt pár napban szerintem ilyen 10 darab ívit fogtam, ami ilyen 690 és 800 CP között volt, szóval semmi ok a panaszra. Nagyon jó kis íviket fogtam mostanában. Valószínűleg, hogy majd ivóvolni is fogunk belőlük a közeljövőben párat. Hopp, be is villant itt a hatodik napi csillagunk. Fú, gyerekek, hogy odakint milyen idő van, tényleg Szibéria. Baszott hideg. Na hát mindegy. Most ez van. Szépen döcögünk a megszokott útvonalon. Oda egyáltalán nem megyünk, ahol legutóbb voltunk. Nem szeretnék még egy ilyet, hogy net probléma, vagy hasonló dolgok, mert az nagyon idegesítő volt. Szépen a kis 35-ös tempónkba döccenünk. Tentakul, nagyon fasza. Szerencsére az elmúlt pár napban sikerült annyit sétáltatnom a Grimeren is, hogy a Mach-on tudunk jó sokat power-up-olni. Így én úgy számoltam, hogy olyan 2000 közelébe biztos, hogy lesz az a Mach. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a kalkulálásnak a gyümölcse. Remélem, mert marha sok a HP-ja. Egyik kolléga küldött képet, ilyen 2200-as Mach-ja van, 180-190 HP-val. Szerintem az azért jó kis Gym Defender tud lenni, azzal lehet szívni. Na, a kis tentakulunk is megvan. Gyerekek, csonttá fagyva minden. Fú. Hát nem tudom, mikor volt utoljára ilyen időjárás itt Magyarországon. Mínusz 15 fok. Reggel mínusz 16-tal indítottunk, de hát ez eszméletlen. Na mindegy, hát. Most ez van, pár napig ez marad. Aki mégis rávetemedik, hogy elmegy pokémonozni, az vegye fel az ruszki sapkát, meg a pokémonos kesztyűt, gyerekek. 825-ös apra? Na. Kezdenek beindulni az események, erre már azért ultra volt érdemes dobni, főleg, hogyha az IV-je nagyon jó lesz, akkor ez nekünk kell. Igaz, van egy nagyon jó abrám. Kis Candy híja van még az Alakazamnak. Ne ugrálj már, te köcsög! De mivel eddig az Alakazam a legnagyobb DPS Pokémon jelenleg a játékban, muszáj lesz egy nagyon pengét ivóvolnunk, mert hiába, most kellenek a jó támadó pokék. Kicsit kifogyatkoztam belőlük, mert rengeteg pokém gymben van, szerencsére, így folyamatosan jön a coin. Na nézzük ennek milyen az IV-ja. Above average, nem a legjobb, de bánja fene. Jó lesz Candynek. Ennél van nagyobb abrám, amúgy majdnem 900-as. Hopp, egy polybag. Jó van. Ennek örülök, mert lassan a polivrátor is gyűlik a Candynk, de miért ilyen kicsik? Bassza meg, hogy mindig ilyen kis törpék jönnek. Nem baj. A Candy-e nagyon kell, szóval semmi gáz. Meg is van a kicsikék, jó van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi Candym van, mert én már úgy emlékeztem, a 67, júj! Fél úton, Földvár felé, fél úton. Ismeritek azt a számot? Na biztos, mert most Tiszaföldvárról döcögünk elfele, utána megfordulunk, akkor Földvár felé fél úton leszünk. Á, most be is kapcsolnám ezt a számot, de nincs meg CD-n. Még szolid 25 perc. Gyerekek, nem hoztam innivalót. Vagyis van. De ez olyan kemény, mint a kő. Ebből nem fogunk tütizni. Majd el kell szokkodom majd a jeget, hogy legyen egy kis cucc belőle. Jó van, gyere a papához.
kicsi Geodude, jól van, ennek örülünk. Főleg, hogyha ilyen szép kis CP-d van, drágaságom, te megérdemelsz egy Ultra Bolt. Kell a Geodude, srácok, mert jó volna egy 2500 körüli gólemet beépíteni. Kellenek a támadók, mint ahogy említettem, kellenek. Offenzívát fogok létrehozni, most visszakerülök Mosonmagyaróvára. Nem tudom, hogy állnak a gymek ott a környéken. Remélem azért a srácok tartották szépen, amíg nem voltam ott. De hamarosan ismét arra tarolunk. Nézzük, milyen ennek az IV-ja. Wander! Ez a Geodude baby, ezt már szeretjük. Jól van, be is csillagoztuk, beraktuk favorite Pokémonnak. Na. Elfelejtettem megnézni a Candy-ét, nem baj, majd megkukkoljuk kicsit később. Egyelőre a Mákra koncentráljunk. Itt látjátok, a Grimer az még mindig sétálgat. Hadd sétáljon a kicsike. Jaj, egy tízes farkút pillantottunk meg a tájban. Mekkora vagy te? 563, mi van veletek, haver? Tiszta kövérek a pokék mostanság. Ennek Raspberry-t is adni kell, olyan szemtelenek tudnak lenni ezek a Charmanderek, hogy az hihetetlen. Almost great, de mégse az. Közben egy kis erdő mellett haladunk el, ránk vetődnek az árnyékok az erdőből, ennyi volt, ismét pusztaság. Jó van, Charmanderkám, fogtam annyit most, fú, gyerekek, nagyon betankoltam. Bulbasaur Candyből is egész jól állok. Csak az a helyzet, hogy kurván félek. Mert ugye ott van az a brutális 760-as Bulbasaurom. Azt jó volna felivolvolni, de hogyha nem Solar Beam-et kap, akkor lehet kitépem azt a maradék hajamat is, mert ott van az a törpe, a 250 CP-s, fullos a legjobb támadásokkal, de hát csak 51% az AV, az meg nem túl jó. 670-es, mekkora vagy te is, baszod? Gyerekek! Ajjaj, nagyon mérges ez a kis pokéból. Várjatok már, ez Electrode? Nem, az Electrode-nak ilyen a szemöldök, ez Voltorb. Már majdnem megijedtem, hogy egy Electrode. És még ki is ugrik a mérges pokélabda. Jó van. Adunk neki málnát, hogy ne hőbörögjön itt nekünk, mert... Jó van. Eddig tetszik a terep. Jönnek szépen a ritka pokémonok. Azért nem bánnám, hogyha beficcenne egy Lapras vagy egy Snorlax, azért, hogy sikoltanák elég erőteljesen. Jól van, Voltorb. Ebből is van 65 kennik. Ja, mert a legutóbb mostanság keltek Voltorbok a tojásból, meg ami már kikészít az 5 kilométeres tojásokból, egy picsut azért szeretnék, mert legyen meg az a kis köcsög. De... Ez mi? Mi ez, hogy vidul? Na szóval, egy picsut szeretnék, de folyamatosan a goldinek és a póniták jönnek. Nem tudom, hogy az elmúlt tojásaimnak legalább a fele a csak goldin és pónita volt. Szóval... Fú! Nem tudom, hogy milyen szerencse okán, folytán. Nem tudom, de megáldottak. Jó van, itt transfereljük. Nem is tudom most, hogy van-e tojás bent a keltetőjébe. Kukkantsuk meg, srácok, mert... Aha! Mennyi van? 4,9-en van az 5 kilométeres tojásunk. Akkor még van remény, hogy a mai videóban egy picsú is világot lát. Remény. Az mindig van. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. Utána ott sorakoznak a 10 kilométeres tojásaink. Hamarosan őket is bedobjuk az inkubátorba. Most kicsit fogytán vagyok a coin híján, mert beruháztam így az Essence-re. Semmi gond. Jó, van egy female. Jaj, legyél nagy, baby, legyél nagy, kérlek. Kell egy jó vastag combú, de ez nem az. Nem baj, Great Ball dobunk rá, mert azért megérdemli. Meg egy Great-et is. Jöttököm ez. Hallod, azt hittem már a Traffic Boxon ide beállítva. A föld közepére, de csak valami tábla. Jól van. Kérem a következőt. Olyanok vagyunk, mint Dr. Bubó. Kérem a következőt, hadd szaladjon. Nem tudom, merre van, még a nagy 12-ig van, ott majd szépen nyomunk egy 180 fokos fordulatot. Nem ám, aztán a közelébe megyünk, mert ott akkor agybajt kapok.
Kezdek már száradni. Hol vagy? Nem megy a fűtésevel, le van kapcsolva a ventilátor, hogy ne üvölcsön itt nektek, mert elég hangos, hogyha nyomat, és elég idegesítő volna. Na mi van itt? Venonet, Venonet, hát, haver, 457-es, az még elég csíra is. Nem baj, elkapjuk, kell most a Stardust. Küldtetek néhányan képet, van annyi Stardustotok, gyerekek? Honnan van ennyi? Igen, jó, én most azért egy 100-150 ezeret elnyomattam a védekező pokémonjaimra. De elég szépek is lettek, szóval semmi panasz. Megérte az a kis befektetés, de hát ja, most eléggé lecsökkent a Stardust mennyiségem, sőt most a Grimmerre is el fogunk tolni elég sokat. Mindegy, kellenek az ilyen befektetések, hogyha megtérül, meg hozza a hasznot, akkor miért ne? Na, gyere, gyere. Megállt itt a karakter közben, kicsit megfogyott a gyerek. A gyerek, 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 na. Na, így egy kis balbaszaura, ez az bébi, gyere a papához. Mekkora vagy, mutasd a tefted. 289-es, jaj. Nem baj, jó lesz Candynek. Persze, még ostorozgassál is, aha. Jó van. Rakoncátlan a gyerek, rakoncátlan, de sajnos... Nézed már! Hallod? Hát ez a kis köcsök, hogy mindent elüt. Na végre. Becsúszott neki egy grét, most megfogadjunk majd. Játssza itt a picsáját. Kiugrál meg ilyenek. Nem. Bennmaradt. Jó van, még az a szerencsénk. De örültem volna neki, hogyha kiugrasz. Nézik, mennyi candy van, gyerekek? 183. Neki feküdtünk szépen. Ja, nem kameráztam. Voltam oda vadászni, de... Tudom, hogy sokan kértétek, hogy legyen lúr is. Legtöbben az incense-t kértétek. Od is, jó, az is jó. Voltam lúrozni, meg akartam csinálni azt a videót. Tényleg ott ültünk, de annyira unalmas ez a lúrozás. Egy óra hosszát ott ültünk a kocsiba. Gyerekek, nem hiszitek el. Jöttek, jó, jött egy ilyen 3-4 Bulbasaur, meg 2-3 Charmander, meg egy pár Skirtle, ami úgy érdekesebb volt, amit úgy fel lehet hozni, meg volt egy ezres Beedrill. Ennyi. Nem gondoltam, hogy ez olyan érdekes tud lenni, inkább hagytam a picsába azt. Fogtam egy Charizardot is, amúgy 490 CP-vel. Köszönöm szépen, ismételten a hatalmas Pokémont. Ez jár, úgy látszik nekem a továbbfejlett változatokból csak ezek a kis csipaszok járnak. Amúgy az sem volt egyszerű elkapni, szóval egy ilyen 4-5 útra balból ki ugrált, hiába dobtam neki grétet. Mi lenne egy 2000-es Charizardra? Na mindegy, majd mi azt ivóvolni fogjuk. Ugye van az 700-as Charmander, abból ilyen 2400-2500-as Charizard fog lenni. El is árulom most nektek, hogy mikor lesz az a Charizard Evolve. Úgy terveztem, hogy ha valaha egyszer elérjük az 5000 feliratkozót, akkor azt live-ban felivolvolom nektek, azt a Charizardot. Nyomatunk YouTube-on egy live-ot, előre meghirdetem, és akkor azt ott live-on megdurrantjuk szépen. 717-es Bulbasaur közben itt elődurrant, amíg itt magyarázok. Jól van, hát felőlem lehet ilyen is. Közben ideérünk a vízválasztóhoz. Itt meg kell fordulni, nem megyünk végig egyszer oda abba a zónába, ahol az internet elvész. Többet oda be nem tesszük a lábunkat. Mindjárt itt ügyesen megfordulok, nézzük a Bulbasaurnak az IV-ját. Öbó Beverage, a fene a húsadat. Te kis csacska. Hol vagyunk? Itt a Tisza 2 csontál fagyva, gyerekek. Olyan szanaszét van fagyva ez a víz, hogy ilyet nem láttál. Jó, még kicsit előrébb döccenünk. És akkor itt nyomatunk egy fordulatot. Közben egy Psyduck itt a víz mellől kihuppant. Es CP-vel. Csodálatos vagy, haver, csodálatos vagy. Tényleg egy gyönyörű hízott kacsa. Talán csak nem ugrál ki egy ilyen kis szájdákocskánk. Belőjük a tempomatot szépen, és már döccenünk is ezerrel. Köszönjük szépen, Emese, ha nem bánod, akkor most téged eltekintelek innen, mert nem túl jó a téma.
15 percnél járunk, amúgy pont fasza. Fél út ide, fél út vissza, pont meg lesz az incenszünk. Utána már nincs más hátra, mint hogy a mákkunkat, hoppá hoppá, még egy nitorán fémje, júj! Úgy izgulok ennél, de 85 CP, nem áll. Ezt a Pokémont várom legjobban, hogy egyszer egy normális CP-vel bukkanjon elő, de soha. Folyamatosan szivat amúgy, nagy köcsög. De hát most mit csináljunk neki? Ez van. Candynek jó lesz, igazából Candyn van elég, van Wanderers belőle, csak hát ugye a Stardust, ami a drága kincs, azt azért nehezen fecskendezi bele az ember egy ilyen pokéba. Na minden, jó, a Nidoqueen is elég jó védő, szó se róla. Szép combos kis Poison Pokémon, csak ugye annak is visszavették a CP-t, mint a Nidokingnek is. Azt azért úgy sajnáltam. Nem tudom, a Nidoking az olyan, nekem az is olyan ikonikus alak. Nem volt sokszor a mesébe, de mégis olyan kis robosztus, meg fasza, meg vagányú meg van szerkesztve. Nekem nagyon tetszik a Nidoking, de aj, miért vettétek le a CP-t? Annyit szívtam vele, hogy meglegyen, az basszus. Jó, utána természetesen megkapta a legszarabb támadásokat, amik léteznek. Még egy side deck. Ne csináld ezt, haver. De lényegtelen, meg volt a Nidokingem, erre rá másfél hónapra levették a CP-t. Hát most tényleg. Jó, de soknak meg felvitték, szóval nem kell, hogy itt bőgjön a szánk, de akkor is. Jó lett volna. Nem tudom, hogy azért a közeljövőben lesz-e még ilyen, hogy kicsit a CP-kkel játszanak a srácok. Fene tudja. Jó, van Psyduckunk, még egy transferelni való kis Psyduck. Kérem a következőt, Ursula. Kérem. Hogy elolvadt a hó, basszus? Amúgy itt szakadt a hó, de ömlött. Kétszer is, és semmi látszatja. Néha az árnyékokból, ott a nádas tövében van egy kis hó, és ennyi. De miért? Mi olvasztott el, mikor már nem tudom hány napja ilyen mínusz 10 fok környéke van? Oddis. Vannak jó oddisaim is. Ez nem az. Ő nem a jó oddisok közé fog tartozni ezzel a kis CP-vel. De vannak egész jó oddisaim is. Jó, nekem, tudjátok, nem jön be ez a Vileplume dolog. De lehet, hogy egy Solar Beam-mel jobban csipáznám azt is. Majd kiderül. Őt is tervbe rakjuk. Majd azért, hogyha van kedvetek, írogassátok, hogy kommentbe, hogy milyen szeretnétek látni a közeljövőben. A Charizardot akkor azt már tisztáztuk, ha egyszer valaha összejön az 5000 feliratkozó, akkor azt live-ba szépen megpattintjuk, de azért kommentbe várom, hogy írjátok az ötleteket. És amire úgy látom, hogy nagyobb hajlandóság van, ha megvan a Candy, akkor előrébb hozzuk az Evolve-ját, hogyha nincs meg hozzá a Candy, akkor természetesen nekiállok, irány farmolni, és akkor összeszedem nektek rá a Candyt, hogyha olyan pokét szeretnétek látni Evolve-olva, amire ugye még nincsen meg a muníció. Mi ez a kék? Ja, Skirtle, csak a kis kovakját láttam, mondom, mi kékülött? 387-es kis rohadék. Úgy utálom ezeket, mert ezekre már Ultra Ball-t kell dobni, mert a sima Great Ball-ból meg kiszemtelenkednek, olyan kis szemetek. Na mindegy. Kiszáradtam. Figyeljük, várja. Ebből már valami jött. És ki jött a Skirtle? Elmész az anyád. Aha, jön a víz. Muszáj tankolni, gyerekek, mert annyit beszélek itt a fél óra alatt, de hogy lehetek, és elszerelt a Skirtle. Az anyád 7 centség itt, te? A kutya fádat, hát. Ezért kellett rád pocsékolnom két oltrabot? Még majd Raspberry-t is adjak mellé, mi? Olyan hülyén szűrít be a nap, látom, itt ki vagyok fehéredben, de ezzel nem tudok mit csinálni, sajnálom. Jó, hát mindegy. Ez egy vidl? Jól látom, hogy ez egy vidl? Ti is jól látjátok, hogy ez egy vidl ott a messziségben? Nem tudom eltalálni. Ó, semmi gond, de fogom sajnálni, hogyha nem tudom eltalálni. És hogyha még le is fagyassza a játékot, akkor még jobban fogom sajnálni. Na jó van, ezt lerakjuk, ígyre. Lefagyasztotta a játékot a kis vidl. Nem, itt van, megérkezett csak kicsit. Jó van, akkor maradjál is ott, haver. Elhagyjuk inkább.
nem kockáztatunk. Jaj, közben meg itt megy a képernyő felvétel, és nem tudom, hogy rossz gombra kattoltam, mert remélem, hogy nem állította le, megnézem. Aha. Jól van. Veszi a cuccot. Csak bocs, így bele kellett kukkantanom, mert van ott egy gomb, amit ha megnyomok, akkor szünetelteti. Azok volna a szép, hogyha véletlenül arra kattolok, és akkor tudod. Megszünetelteti, én meg itt lököm a szöveget. Bábasza úr, ez az. De miért nem jön a továbbfejlett változatotok? Az anyád hétszentségét, mert most már ez aztán tényleg. Jó, jönnek a jó pokék, mert érted, ezek is tök jók, de... Így event után már kicsit... Vagyis event után, ja, hát még jönnek ezek a kis dögök. De már a nagyja úgy lefolyt az eventnek. Így jöhetnének kicsit másabbak is. Mondjam azt, hogy unalmas a bábasza úr. Unalmas basszus. De tényleg. Már nem hajt a dolog. Megvan a candy. Most tudjátok, mi az, ami nagyon izgat? A Prime Ape. Néztem most, hogy igazából a fighting pokémonok közül a Prime Ape-nek van a legnagyobb DPS-e a Snorlax-ek ellen. Hát az a helyzet, nekem van az a brutál nagy mánkim, abból olyan Prime Ape lesz, gyerekek, hogy hűha, csak hát még candy híja van. Meg kéne sétáltatni, vagy hogyha van egy kis szerencsék, akkor kell majd tojásból, hogy kicsit belendítsen az X a candy-nken, mert 39 candy van talán. Mi vagy te? Megint egy Psyduck? Nem már. Ja nem, Sandshrew. Csak mondom, olyan kis sárga. 5.91-es Sandshrew, hát ez is eléggé baby. Ebből van olyan 900 körülim. Úgy is van. Jaj, valami lag van megint. Vagy szerver lag, vagy telefon. Meg is van a kis Sandshrew. Sokan írtátok, hogy izé, biztos a telefonnal van gáz, meg ilyenek. Nem, mert ketten is játszottunk. Mind a ketten azért elég jó telefonnal játszottunk, és mind a ketten laggoltunk, mint az állat. Úgyhogy 4G volt a net, szóval még nem is az, hogy net probléma, vagy hasonló. Nem tudom, mi van. Hogy miért lagzik a szerver? Nem hiszem, hogy akkora leterheltsége lehet azért most a szervernek. Vagy hát nem tudom. Hagyjuk is, lagzik, hát most mit csináljunk vele? Ez van. Próbál. Csak azért a gymezés, az úgy eléggé szivatós tud lenni, mikor próbálnád dodzsolni a pokét, de még mi van itt te? Kacsa nevelde? De legalább egy jó valami robosztus példány jönne. 5.91 és az már nem olyan kicsi. Véleményem szerint nekem ez megér egy ultra bolt. Főleg, új, te, ha megint kezdi ezt a csapkolódzást a Psyduck, mint az előző videónál, a kis kezét eltöröm. Na, nice, hogy sikerült rádobnunk. Ja, innen hátulról jön ilyen hátsó ellenfény. Hogy tudnám ezt kitakarni? Nektek. Nem tudom. Innen hátulról, hogyha így beárnyékoltatnám, húzzak le redőnyt, vagy mi legyen? Annyira idegesít engem, vagy hogyha így, te nem tudok vele mit csinálni. Bocs, ez ilyen fényes sarkú videó lesz. Valami árnyékolás technikával, vagy az első ablakot majd lesötétítetem, mi? Utána a yard meg majd izé. Huncutkorik. Így is megcsippantottak, véletlenül átszaladtam egy záróvonalon, csak úgy átsuhantam. Teljesen véletlen voltam úgy. Na mindegy. Ja, ott civil autóval cirkálnak, érted? Azt úgy csaptak le rám. Rossz lepukkant izével. Nem mondom a márkát, nem akarom szidni. De ilyen rossz lepukkant utolsó autóval jön velem szembe a rajd, azt így inteket, hogy izé. A Jard bácsi, hogy ajjal, jött vagy velem szembe, én megkerültem ki, mert nem láttam tudod semmi villogás, meg ilyenek. Na, hagyjál már haver, mi vagy? Azt, mikor mellém ért, akkor már félig így kilógott a rendőr, azt ütlegelt, hogy álljak meg. Te mondom. Aztán kicsit megbírságoltak. Na jó van, nem baj, hát belefér. Persze biztos vétkes voltam. Na jó. Megnézzük, hogy tudunk-e szlopálni egy kis vizet ebből a palacból. Nem, ez csontá fagyott. Az a kevés kis Wasser is eltűnt belőle, ami volt. 371-es Eevee, ezt megtartjuk. Márpedig azért, mert majd lehet csinálunk olyat is, hogy továbbfejlesszük a kis Eevee-nket, és majd szépen ilyen húzó Pokémon csinálok belőle, mert kell egy olyan gárda is, amivel a gymeket szépen tudom húzni. Habár a gym húzásra kidolgoztam egy nagyon jó taktikát. Ezt a következő videóban el is fogom nektek mesélni.
Lehet, hogy már sokan azt tudtátok, de én úgy érzem, hogy sikerült maradandót alkotnom, hogy ez a Tentacruel meg se lesz, a fene a húsát, de meg lesz. Mindegy, de arról majd egy későbbi videóban be fogok számolni, majd csinálunk ilyen gymes videót. 705-ös Tentacruel, huhuhu. Hoppá, hoppá, jól van. Egy robosztusabb példány is megérkezett. Ide a kis incense-ünkbe. Ez anyát 7 centig. Olyan kicsi ennek a karika, hogy be kell találni. Meg még üvölt is. De azért sikerült. Lassan véget ér az utunk. Na. Nem jössz ki. Kaptál málnát minden. Milyen szemtelen a kis polip. Hú, gyerekek, ez hogyha jó lesz, szerintem ezt majd ivóvolni fogjuk. Ezt elég szerencsétlenül találtuk el. Ekkor, ja mindig ilyen 500 cb-seket fogtam eddig max, vagy 570, ilyesmi. Na, maradj meg. 700-as cp-ssel még nem találkoztam, az a helyzet. Szóval ez egy igen robosztus példány. Ezzel itt elszórakozunk, addig már közben jött két Pokémon, de nem baj, semmi gáz. De nem ár, hogy kijössz, haver. Ezt imádom ilyenkor, mikor rádobtál 4 labdát, elszalasztottam 2 Pokémon, mert azóta megjöttek volna. Jó, itt le is állunk. Fú, te, de idegesítő egy kis dögez. Hallod? De az anyád, te! Hát... Na jó van. Még egy grétet, hogyha nem marad meg, akkor tarkón vágom. Most kicsit félreállunk. Na, végre már, hogy megmarad. De remélem aztán Wanderers, vagy nem ilyen izé... Not likely. Na nézzük, mert ez most kicsit felizgatott. Szörtölik ott már etelsen, jó van. Hát nem a legjobb, de lehetne jobb is. Közben egy kis odis ide beficcent. Van még 3 percünk az incenszből. Atya, micsoda ez a brutális nagy lak, te! Gyerekek! Hát jó, úgy látom ismételten elkapott minket a nem tudom mi, internet hiány, vagy mi volna ez itt? El is tűnt az odis, jól van. Jó, semmi gond, csak jöjjön akkor valami helyette. Most egy odistól nem esünk kétségbe. Ez a Tentacruel, ez még nem lesz rossz. Én azt érzem, error. Beerrorozott az odis. Mi van internet? Nem találod az éjszignált? Lefedettség, mi meg ez meg az. Tehát gyerekek, itt kezdtük a videót, értitek? És akkor most meg azt írja, hogy sehol semmi. Keine internet. És még van kemény 2 percünk, az még 2 brutál jó Pokémon hozhatna nekünk, hogyha... Hozná. Szétverik a műszerfalon a telefont. Itt meg valami Rattatát jelezte, hát az miért? Jó, meghalt. Úgy látom, hogy ez meghalt teljesen. Hát van még izé szűk 2 percünk. Az a baj, mire újraindítom ezt az izé putrit, addigra vége a dolognak. Na jó van, srácok, semmi gáz. Jöttek azért a jó kis poki. Most megyek, szépen kikeltsük még azt az 5 kilométeres tojást, döcögünk vele egy párat. Utána irány és felivolvoljuk azt a makkot. Nos, srácok, lányok, totyogó tempóban megrecsent itt a kis tojásunk. Kattintunk egy kis felvételt, mert az néha nem árt. És akkor üssük neki. Szurkoljatok. Fingers cross. Így. Bassprout. Most itt mondjak, nem kell se a Candy-e, se a Pokémon, de jó van, hát. Most hogyha egy Bassprout akar jönni, akkor jön egy Bassprout. Most viszont azt fogjuk csinálni, van itt egy pokéstop, ami nagyon sűrűn dobott nekem 10 kilométeres tojást. Irány oda, pörgessünk rajta egyet, hát ha ismételten dobni fog egy jót. Meg volt, kipörgettem a pokéstopot, de nem adta a 10 kilométeres tojást, semmit se adott. Egy másik viszont adott egy 5 kilométereset, így. Így még mindig marad
marad az állás, 7 darab 10 kilométeresen van. Hát mindegy, még egy ideig próbálok vele küzdködni, hát ha sikerül kicsit többet kicsikarni ebből. Nos srácok, van itt mellettem egy Instinct-es gym, a szokásos kemény maggal telerakva. Hát az a helyzet, hogy szerintem én ezt kipucolom, ezt nem veszem fel nektek, de viszont utána jön a Mackie Wolf, megnézzük együtt, hogy mekkora lesz belőle, és lehet, hogy még azt is bedobjuk ide. De beám. Nos srácok, elérkeztünk az utolsó fájthoz. Gondoltam így, most már így bejelentkezek. Gyorsan kipucoltam, nem volt egy nagy szám. Tetején volt egy ilyen kisebb Rhydon, meg ez a kis szaros Flerion. Ezeket igazából könnyűszerrel ki tudjuk pucolni. Épp csinálom a Mackunknak a helyet. Ha? Bepattintjuk ide szépen az Instinct-es áradatba. Hadd küzdjön velük egy kicsit. ...2577-es Flerion. Nem rossz, de sajnos nem is jó. Hogyha most nem dodzsoljuk ezt a Heatwave-ét, akkor meg fog minket enni. Vagy Fire Blast? Aha, Fire Blast, jó van. Belaggolt a játék. Nem baj, hát csak negyed HP-n volt a Vaporeon, szóval... De még be is laggolt. Te gyerekek, mi van már megint ezzel a gymmel? Bebolondul a helyzetünk. Így is van, no team. No. Hát akkor aztán most már. Keressük elő azt a kis Mackot. Hopp, ez éppen a szílünk. Hol vagy kicsike? Á, itt a Grimer. Még Buddy-ba van a kis harcosunk. 698-as. Hát gyűjtöttem hozzá még 13 candy-t. Kicsit azért power-up-oljunk rajta. Nézzük, mennyit lök rajta. 18-at pluszban. Hát igen. Jó, még egy párat azért kattingatunk ide neki szépen. 17-et. Aha, most már 3 candy-t kér. Meg 3000 dustot. Pont ki lett számolva akkor a candy, mi? Ismét 3-at fog kérni, akkor pontosan. ...786-os lett a Grimmerünk, srácok. Akkor... Én azt mondom, kattintsunk erre az Evolve-ra. Úgy van, a kis takonykócunk már úszik is az árban. Hát nem tudom, basszus, így mekkora lesz. Remélem, hogy a kettes. Itt a Mack. Új Pokémon is lesz a Pokécodexbe, srácok. Ott van a fiú, még egyáltalán, jól van. Na, 1702-es. Poison Jab és Dark Pulse. Ha basszus, ez azért ez nem semmi a támadás, az fog sebezni rendesen. Jól van. Hát igazából egy kis ráfordítással ezzel közel lehet 2000 környéki Pokémon, ami már nagyon jó lesz a gymeket védeni, így se rossz, mert azt hiszem, hogy elég idegesítő lesz így is. No. Jó, van akkor, ha már itt kiürült ez a gym, akkor rakjuk bele a kicsikét, hogy púposkodjon itt a tetején. Na. A srácok, ez a lag, ez megöl. Nem tudom, hogy mi miatt van amúgy. Bejöttem ide, és azóta is hülyéskedik. Lehet, most keltek fel a népek, és nyomják a játékot így. Network error. Igazán? És 4G van? Micsoda mókás. Pedig aztán fullon villog a dolog. Na jó, van semmi gáz itt. Megvárjuk, hogy megjavuljon igazából. Addig ti meg gondolkozzatok rajta, hogy mi legyen a következő Pokémon, amit látni szeretnétek evolvolva. Láttátok nagyjából, hogy mi van itt a favorite listbe, de nyugodtan lehet kérni mást is. Várom kommentbe, hogy miket szeretnétek. És akkor, ha tudok, akkor eleget teszünk neki.
Esetleg azt is írhatnátok, hogy mi legyen a következő videó témája, hogy milyen jellegű. Incense most nem lesz a következő, mert már hirtelen sok lett így ebből. A gyerekek, mi van itt? Nem enged be a gymbe. Jó, mindegy, újra indítom a játékot, utána majd kukkoljuk, hát ha megered ez a hülyeség, nem tudom mi van már vele komolyan. Na, végre valahára engedte, hogy rákattintsunk erre a gymecskére. És akkor nincs is más dolgunk, mint hogy behelyezni a kis trutyinkat. Na, keressük elő innen az arzenálból. Hol vagy, kis trutyi? Hol vagy? Hey, hova tűnt? Eltűnt. Most itt van... Ja, mert nem lehet berakni gymbe, mert benn van bodyba. Jó van, hát akkor cserélünk egy bodyt is egyúttal. Kit rakjunk be bodynak? Tim tirim tirim tirim. Berakjuk ezt a kis geodut. Megsétáltatom egy kicsit, ez is jó, mert egy kilométerenként adja a candyt. Szerintem már nem is kell hozzá, mennyi van? 98 candyink van, már ehessek el sok. Jól van. És akkor így most már engedni fogja a makkot berakni. Ott is van a tetején 1700-as kis makkunk. Jó kis támadásokkal. Nagyon jó damage-et fog itt lerakni. Na jó van, srácok, azt hiszem, hogy vége is a videónak. Akkor ne felejtjétek kommentbe jelezni, hogy mely pokémonokat szeretnétek Ivóvolva látni a következő videókban. És hogy milyen témájú videót szeretnétek még látni így a közeljövőben. Próbálok eleget tenni a kéréseknek. Ha összejön össze, ha nem, nem. Na jó van, srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá nekem egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok is fel a csatornára. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!